Az esti és hajnali órák a legalkalmasabbak a szarvasbőgés hallgatására, mivel ilyenkor legaktívabbak az állatok. Az időjárás is befolyásolhatja a bőgést, a hidegebb, nedvesebb időjárás kedvez leginkább annak, hogy a bika hangot adjon. Gyakorlatilag az ősz egy olyan ünnepe a magyar vadászatnak, amikor a magyar fővada, gímszarvas elkezdi ugye a szaporodási időszakát, elkezdődik a bőgés, és hát ez valóban egy ünnepnap nekünk, és hát az autósoknak is lehet egy izgalmasabb időszak, bár jellemzően azt tapasztaljuk itt a rendőrség egyeztetve, hogy nem ilyenkor ütik el a legtöbb szarvast, viszont miután ugye ilyenkor aktívabban mozognak, többször láthatjuk őket, ez kétségtelen, többször találkozhatunk velük. Általában a tavaszi időszak, amikor ugye revír foglalnak, jobban mozognak, amikor ugye ezek a nagy rudlik felbomlanak kisebb családokra, akkor találkozunk jobban az úton a szarvassal, hiszen keresik a helyüket. Ilyenkor viszont a bőgési időszakban ugye megint van egy aktívabb mozgás, ugye elindulnak a bőgőhelyek fele a tehenek, utánuk majd a bikák, ugye a bikák verekszenek, hajtják egymást, tehát valóban esetleg többször is találkozhatunk velük az úton, viszont a jó hír az, hogy megyénkben, bár kiváló a gímszarvas állomány, létszámában messze nem az a mennyiség van, mint mondjuk a dunántúli megyékben, Somogyban vagy Tolnában. Tehát igazából nem kell attól rettegnünk, hogy valahol itt a Nyíregyháza környékén egyszer csak fényes nappal elénk dobban egy 10 kilós agancsúlyú bika. Ezek már egy vadbaleset képei. A szakember elmondta, nem árt az óvatosság, és figyeljünk a vad átfutásra figyelmeztető táblákra, viszont a statisztikák alapján nem nagy az esély arra, hogy szarvasbika kerüljön elénk az autóutakon. Inkább a beregi részen láthatunk, de ott sem jellemző. Tavaly 2023-24-es vadászati évben mindössze 19 szarvas elütését jelentették be a megye vadásztársaságai. Ennek is jelentős része fiatal korosztály, tehát borjú vagy ünő volt. Mindössze azt hiszem, hogy 3 vagy 4 bika volt közte. Ez sem biztos, hogy ugye kapitális bika. Na most, ha ezt visszaosztjuk, ugye 365 napra és 94 vadásztársaságra mennyi van a megyébe, akkor látjuk, hogy azért roppant pici az esélye annak, hogy mi egyszerű autós honpolgárként pont olyan szerencsések legyünk, hogy pont egy bőgésben egy bikát fogunk elütni az autóval, tehát nyilván figyelni kell, de nem kell tőle rettegni, inkább csodálni kell ezeket az állatokat. Nagyobb erdőtömbökben már hallható a bikák bőgése Vármegyénkben is. A kirándulók is fokozottabb elővigyázatossággal kell járják az erdőt, hiszen a bőgéssel egy időben a vadászat is aktívan folyik.